Orbán Viktor később a parlamentben napirend előtti felszólalásában is úgy fogalmazott, hogy a politikai széthúzás és a politikai viták helyett elérkezett az összefogás ideje. A miniszterelnök ismertette a kormány valamennyi intézkedését, amit a veszélyhelyzet kihirdetése óta hoztak. A miniszterelnök a különleges jogrendet azzal indokolta, hogy a dolgok szokásos rendjében nem lett volna lehetséges megszervezni a kollektív önvédelmet. Ahogy fogalmazott, minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk megmenteni. A politikai széthúzás és a politikai viták helyett elérkezett az összefogás ideje. Párt hovatartozástól függetlenül erre kérem képviselőtársaimat is. Összefogásra szólított fel Orbán Viktor a parlamentben. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, mi magyarok úgy döntöttünk, hogy a vakcinára való várakozás helyett felvesszük a küzdelmet a vírus terjedésével szemben. A kormányfő, aki jelentést tett a veszélyhelyzet kihirdetése óta hozott intézkedésekről, azt mondta, a dolgok szokásos rendjében nem lett volna lehetséges megszervezni a kollektív önvédelmet. Ez, valamint a fertőzés ütemének lassítása, a veszélyeztetettek megvédése, a megfelelő ellátás biztosítása, a gazdasági következmények enyhítése és a lebénuló gazdaság újraindítása nem lett volna lehetséges a békeidőben érvényes szabályok mellett. Mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából. Most egy ideig másképpen kell dolgoznunk, másképpen kell viselkednünk, és mindannyiunknak másképpen kell szerveznie az életét. Ezért vezettük be a szokásostól eltérő veszélyhelyzeti jogrendet is. Ez az új jogrend felhatalmazza a kormányt, és az eszközöket is megadja a kormánynak, hogy megszervezze Magyarország önvédelmét. Közölte. A védekezés 4 katonai, rendőri, egészségügyi és gazdasági vonalon zajlik. Arról is beszélt, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés hosszú lesz, nagyon sok eszközre lesz szükség, és ahogy fogalmazott, még nagyon az elején vagyunk. Az előttünk álló időszak nehéz lesz. Mindenkitől erőfeszítéseket követel. Azért érdemes vállalnunk ezeket az erőfeszítéseket, mert így szó szerint ember életeket menthetünk meg. És minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk megmenteni. Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani. Mindenkinek felelőssége van, mindenkinek hozzá kellene tennie magáit. A miniszterelnök a kormánypárti képviselőköz fordulva hangsúlyozta. Mindegy, mitől fél az ellenzék, az legyen az ő dolguk. Önök legyenek bátrak. Arra kérte a Fidesz és a KDNP politikusait, hogy ne rendüljenek meg, ne hátráljanak meg, ne bizonytalanodjanak el. Bármit is mondanak, vigyék végig azokat a döntéseket, amelyek a legjobb meggyőződésük szerint segítik az ország képességeit.